Szóval, nem mennek a vidéki házba. A vidéki házban nem megy. Már most tetszik ez a játék. Hulk, ha szeretnéd, csókolózhatunk. Mi a fene? Hogy tetszenek én ujjai? Szépek? Tessék, próbáld meg. Te hülye vagy. Ó, a francba! Nyisd ki az ablakot, vagy legalább kapcsoljátok be a légkondit. Nem látod, hogy melegen van? Laura, ha meleged van, akkor vedd le a ruháidat, és akkor biztosan jobban fogod érezni magad. Ah, igen. Köszi, Hulk, a tippet. Neked nem. Rendben. Te és te tűnjetek innen. Süketek vagytok. Angie mondta, hogy tűnjetek el innen. Rendben, menjünk. Mi az, visszajöttél? Igen, persze, Chris baby. Nem tudok nélküled élni. Kezeket. Ó, Puzzle, nézd! Itt van az Angie-t. Nem akarsz mellé ülni? Látom, nem vagyok vak. Ha be akarok szállni, be fogok szállni. Nem kell a tanácsod. Oké, tesó. Kufi, miért beszélsz vele? Ő egy vadember! Vad Puzzle. Emberek, meleg van! Nagyon melegen van! Laura, francba, lassabban! Elnézést! Hulk, tudod miért vagyunk itt? Nem. Te tudod? Ha tudnám, nem kérdezném! Nice. Tudod, hogy miért vagyunk mi itt? Nem. Nem igazán érdekel. Amíg nincs lecke. Hé, ti kis szerencsétlenek, épp egy megbeszélés közepén vagyunk. Van időtök sminkelni. Elfelejtettük megkérdezni, hogy mikor sminkelhetünk. Hé, hey Chris, ha elhívnálak ma este randira, nemet mondanál nekem? Az attól függ. Ma este nem mész randira, gördeszkázni megyünk a gördeszkás parkba. Benz, de én nem is tudok gördeszkázni. Nem érdekel, majd megtanulod. Jó van, srácok. Valószínűleg mindannyian csodálkoztok, hogy miért hívtalak ide titeket. Nagyon is. Be fogom jelenteni azoknak a listát, akik megbuktak az érettségi vizsgán, és azokét, akik nem jönnek velünk a vidéki házba. Ez is nagyon király lesz. Készüljetek fel, az eredmények nagyon kiábrándítóak. Hé, nice. Biztos vagyok benne, hogy átmentem a teszten. Honkáról másoltam. Én meg tőled másoltam, szóval mindketten átmegyünk. Nem érdekel. Úgy is megyek a vidéki házba. Megszanár úrnak öccse vagyok. Szerencsés vagy, megtanálnak unököccse. Mandy, a listát! Tessék, Max tanár úr! Ti meg készítsétek elő a zsepiket, sírni fogtok az eredmények láttán. Szóval, nem mennek a vidéki házba, mégpedig... Max, én megyek? Csak, ne szakíts félbe! Nem megy senki sem a vidéki házba. Mi van? Ezt nem hiszem el. Mert mindannyian megbuktatok a záróvizsgán. Mindannyian pótórákat vesztek a nyáron. És ősszel megismétitek a vizsgát. Ebben biztosak lehettek. Semmi baj. Max és én egyedül elmegyünk nélkületek. Igaz, Max? Csak te sem mész. Te őrzöd a tínédzsereket. Mi ez a hülyeség? Biztos vagyok benne, hogy minden válaszom helyes volt. És én, Max tanár úr, én is megbuktam a záróvizsgán. Ponka, átmentél, de még mindig nem is sehova. Túl sok lesz neked egy nagy ház. Max, miért nem megyünk együtt? Én is akarok egy nagy házat. Csak, szállj le rólam, nem megyek veled sehova. Nem érdekel a vidéki ház. Az a fontos, hogy átmentem a záróvizsgán. Nem a semmiért töltöttem annyi időt a könyvtárban. Megyek dolgozni, de egyébként lehet, hogy meggondolom magam. De ez még nem biztos. Max, várj! Tényleg nagy a ház! Egyetértek Ponkával, mindegy, mi van ezzel a vidéki házzal. A lényeg az, hogy mindannyian itt vagyunk. Nagyon klassz, hogy egész nyáron a suliban lehetünk. Igazából vettem magamnak egy új fürdőruhát a medencéhez. Á? Én még nem vettem fürdőruhát. De kár, Andy, visszaviheted azt az olcsó fürdőruhádat a boltba. Hűha, ki az, aki így nyikorog? Biztos egy légy. Andy, ez nem légy, ez Laura. Én tudom, ember, igazából így mondják. Miért ültök itt?
váljunk szét, menjetek a könyvtárba, és készüljetek fel a vizsgára. Mandy, te menj a könyvtárba, jól megvagyunk mi itt is. Srácok, játszunk felesz vagy merszet, legalább szórakozzunk egy kicsit. Ez az. Játszunk, egy feltétellel, veletek játszom. Oké, Botanosaurus, menj arrébb. Csend legyen. Oké, srácok, van valakinél egy üveg? Goofynak mindig van egy üveg kólája. Nyissátok, ígyátok meg mindent. Add ide az üveget! Én leszek az első, aki pörgetni fog. Rendben, Benz, válasz. Igazság vagy akció? Konzultálnom kell a fiúkkal. Mi lesz? Az igazat. Igazság. Oké. Az igazság az igazság. Mondd csak, sajnálod, hogy a csapatunk már nem létezik? Légy őszinte, haver. Oké, haver, elmondom az igazat. Először nagyon sajnáltam, hogy kirúgtunk. Hiányoztál, tesó. Aztán, amikor átvettem helyed, lesett szartalak. Áruló, pörgesd az üveget! Hűha, az exedre esett, Benz. Tudom. Laura, válasz, igazat vagy akciót? Nem érdekel. Te választasz. Laura, válasz gyorsan és ne henceg. Őt nem érdekli. Oké, mersz. Oké, akkor. Csókol szájon az exedet. Én nem csinálok ilyet. Csaló, 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 szállj ki a játékból, ha nem tudsz a szabályok szerint játszani. Oké, megcsókollak, de csak egy jegyzet füzeten keresztül. Csak ne gyere túl közel hozzám, ne felejtsd el, hogy az exem vagy. Rendben. Dance, tudod, mit kell tenned? Emlékszem. Készen állsz? Készen. Akkor kezdjük el. Fúj, a francba, ti idióták! Fújjaj! Ó, a francba! Ez annyira dögös volt! Laura, most rajtad a sor, hogy megpördítsd a palackot. Amina, válasz. Felelsz vagy mersz? Szerintem én felelek. Akkor készüljetek fel, lesz egy kis trükkös kérdés. Elárultad már valaha a barátaidat? Laura, mi bajod van? Én kívülről tudom a legjobb barátkódot, és soha nem árulnám el a barátnőimet. Legjobb barátok! Biztos a végtelenségig. Fogd be, Doc. Amina egy nagyon jó barát, nem olyan, mint egyesek. Mint te. Kíváncsi vagyok, ki a következő? Dylan, felesz vagy mersz? Hát persze, hogy akció. Akkor táncolj nekünk. Ülj le, lúzer! Ezt el fogod cseszni. Nem fogom! Ez az! Ad neki! Ez az! Ez az! Ez az! Ad neki! Ez az! Wow! Wow!
csavart, ülj le, elegem van a táncodból. Túl későn jöttél, a táncnak vége. Végeztem. Ó, Dylan, olyan jó táncos vagy. Tudom, ponkácskám, tudom. Nos, én pörgetem az üveget. Felelsz, hogy mersz, Mandy titkárnő? Merek. Miért nevetsz, göndörke? Beszélj gyorsan! Oké, Mandy. Akkor csókold meg Camille-t. Nem probléma. Mi az? Ó, ember, bajban vagy. Mit fogsz csinálni? Mik a lehetőségeim? Nincsenek lehetőségek. Csókolózni kell. Nyugi, Camille. Bup. Mandy, csak az arcomra! Jól van. Hú! Már most szeretem ezt a játékot. Most már pörgetek. Szóval, felelsz vagy mersz, Lola? Én felelek. Lola soha nem hazudik. Lola, igaz, hogy a teniszcsapat kapitánya akarsz lenni, és bármit megteszel, hogy ez megvalósuljon? És az is, hogy Dance csak egy üres lap a számodra? Mi? Lola, mondd meg, hogy nem igaz. Szeretlek! Én pedig nem szeretlek, mert nagy szájú vagy. Virágot ígértél, táskát, hogy vigyázol rám, egy éve ígérgetsz nekem egy turmixot. Lolocska, hagyd abba, veszek neked egyet, ígérem, Mandy, nem tudtál volna valami könnyebbet kérdezni. Nem válaszoltál a csapatkapitányról. Csaló. Mivel Lola kiesett a játékból, én fogom az üveget pörgetni helyette. Bárcsak én lennék az, bárcsak én lennék az. Ó, én álmodom. Én fogok smárolni. Ma van a te napod, nagyfiú. Felelsz vagy mersz, sportoló? Akció természetesen. Oké, te akartad ezt. Akkor dobd a labdát a kosárlabda palánkba. És ha elvéted, hideg vizet öntünk rád. Várom már. Wow. Mi? És mi lesz a csókkal? Hermannál fogsz márolni a folyosón. Miről beszélsz, loser? Gyerünk, Hulk, célozz félre, és én hideg vizet öntök rád ebből a vödörből. Hulk, ne hibázz, szurkolok neked. Remélem, hoztál magaddal egy pár plusz alsó neműt. Srácok, nem vonjátok el a figyelmemet, hadd koncentráljak. Ha, valaki az egyetemen vizes lesz. Vizes pite haver. Csöndet. Rendben, készen állok. Fú, de hideg a víz, de megcsináltam. Azt. Pörgök. Fel akarok szállni Angie-ra. Hűha, váratlan. Ó, ember, pár centiméterrel elvétettem. Oké. Én is jó van. Hulk, ha akarod, csókolózhatunk. Mi a fene? Akarom. Koreában nem csókolózhat házasság előtt. Szóval... Csak ezt tehetem. Mi a fene? Oké, rendben van. Hogy tetszenek a jinújai? Finomak? Tessék, kóstold meg! Ember, hülye vagy? Goofy, felelsz vagy mersz? Goofy, mindig a felelést válaszza. Akkor mondd el nekünk, milyen érzés vesztesnek lenni. Goofy, terjeszed az igét! Lózernek lenni király. Mi vagyunk a legviccesebb, legkirályabb és legbarátságosabb csapat.
Mi mindig beszállunk az ebédbe, és mindig kiállunk egymásért. Egy nagy család vagyunk. Igaz, srácok? Igen! Igaz, Puzzle? Nem vagy összezavarodva, ugye? Nem vagyok lúzer. 8-as számú szabály. Nincs hazugság a csapatunkban. Te egy vesztes vagy. Ennyi volt. Hulk, vigyázz! Figyelj, lúzer. Most te jössz, hogy megpörgesd az üveget. És úgy fogod megpörgetni, hogy rajtam álljon meg. És én választom az akciót. És megkérsz, hogy csókoljam meg Angie-t. Megértetted? És mi van, ha elvétem? Nem véted el. Megcsinálom, tesó. Hulk, miért tartott ilyen sokáig, hogy elmond neki? Semmi, csak mondtam, és sok szerencsét. Kérlek Hulkra, kérlek Hulkra. Igen! Köszönöm. Igen, most rögtön megmondom, akciót választok. Mi a fene ez? Ez már a második alkalom, hogy ezt a nagy darab fickót pörgették ki. Hulk, meg kell csókolnod Angie-t szájon. Ó, ember, mi az a hülye akció? Nem tudnál valami ombat mondani? Rendben, megcsókolom. Hulk, mi van? Nem foglak megcsókolni. Igen, nem fogsz csókolózni az én Angie-mmel. De igen. Igazából meggondoltam magam, csókolózzunk. Várj, Angie, nem csókolózol azzal a hülye sportolóval. De igen, mert rám esett az üveg. Érted? Azzal fogok smárolni, akivel akarok. Ne mondd meg, mit csináljak. Nem vagy a barátom, hogy megmond, mit csináljak. Angie, ne csináld! Megteszem. A kis Angie-vel fogok smárolni. Te meg smárolsz a Czermannal. Egyébként ott áll és vár rád a tornateremben. Rendben, Hulk. Készen állsz? Igen, készen állok. Akkor kezdjük el. Mi folyik itt? Mindenki menjen a könyvtárba és tanuljon a vizsgákra. Mi a helyzet, Angie? Mindenki elment, kezdhetjük? Fúj, Hulk! Hülye vagy! Hagyjál már! Jön, jön! Szegény Puzzle! Srácok, támogassátok őt lájkokkal, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és várjátok az új epizódokat! Sziasztok!